A héten kétszer is emelkedtek az üzemanyagárak, amelyek megközelítik az évelei rekordárfolyamot. A növekedésnek egyelőre nem látni a végét, mivel a kínálat is csökken a világpiacon, mondta a szakértő. Nehezen megjósolható nyilván ez a folyamat, de inkább egy emelkedő tendenciára számítunk, és a csökkenésnek a lehetősége az, az árak tekintetében minimális és ez leginkább annak köszönhető, hogy egy újabb információ jött az olajkitermelő országoktól, Oroszország és Szaudarábia erősítette meg a, az eddigi kitermelésre vonatkozó gyakorlatát, mi szerint nem csak a nyári hónapokban, de szeptembert követően is egy korlátozott kitermelést fog véghez vinni, ami azt jelenti, hogy a kínálati oldal ilyen szempontból csökken, és a világgazdaságot tekintve azért egy lassan emelkedő Keresletet látunk, és ez a kettő így összesen eredményezi azt, hogy az olajára folyamatosan emelkedik. Hozzátette a Brent hordonkénti ára, a múlt héten átlépte a 90 dolláros szintet, ami 5 dollárral több, mint amit a korábbi becslések jósoltak. Az üzemanyag árak tekintetében a szakember szerint több lélektani határon is átléptek a fogyasztók, így várhatóan a 700 forintos árral is meg fog birkózni a gazdaság. Elég sok lélektani határt átléptünk itt az elmúlt pár évben, tehát itt először az 500 forintot tekintettük annak, akkor kaptunk egy hatósági árat, és azért ezt most jócskán meghaladjuk ezzel a mostani 650 forint körüli átlagára, de... A jövedéki adóemelést ö, életbelépését követően, ami 41 forintos emelkedést jelent majd a mostani ö, jogszabály szerint januártól, az már bőven átlépi a mostani átlagárakkal majd a, a 700 forintot. Ö, már megvan az információ a pénteki áremelkedésről is, tehát sajnos ott is folytatódik a tendencia. A benzin esetében bruttó 7 forinttal emelkedik a nagykereskedelmi ára, gázolajára pedig további 11 forinttal, úgyhogy ez nem mondható egy lassú emelkedő tendenciának. A szakember szerint a mostani árakban szerepet játszanak az olyan új adónemek bevezetése is, mint az úgynevezett energia megtakarítási kötelezettség, ami idén először jelentett terhet a benzinkutak számára. De ugyancsak ide sorolandó a kiskereskedelmi különadó, valamint az extra profit adó is. Ráadásul a környező országok közül nálunk a legmagasabb az üzemanyag áfája. Ehhez jön még, hogy 2024. januárjától uniós előírásra emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója, amely átlagosan akár 40 forinttal is drágíthatja a benzin és a gázolaj literenkénti árát. Ezzel együtt Bújdos Eszter hangsúlyozta, Szlovéniában és Ausztriában sem olcsóbb a tankolás, jól lehet Horvátországban 60-70 forinttal, Romániában pedig akár 70-80 forinttal is olcsóbban tankolhatnak a határhoz közelebb élők. A szakember úgy véli, az üzemanyag drágulás gazdasági hatásai nem akadályozzák az infláció 10% alászorítását.